Na ezt figyeljétek! Szépen vágunk rá egy lyukat. Persze csak óvatosan, mert a dobozra szeretném a lyukat, és nem pedig a tenyeremre. Kb. Most jöttem rá, hogy a telefonom egy picit túl nagy. Na mindegy, megmutatom. Ez már kisebb. Na hát azért annyira nem szól rosszul, de egyáltalán nem hangos ez a telefon. Most nem változtatok semmit, figyelj! Nem tudom mennyire jön át, de szinte négyszer hangosabb, igaz, hogy szarabb minőségben. Love Budget nem bluetoothos házi hangszóró. Mielőtt még belekezdenénk, nem tudom, hogy ki jön Budapesten a Playtre. Én ott leszek, úgyhogy nagyon szívesen találkozok veletek, és hogyha bármilyen leveletek, csokitok, vagy valami van, amit szeretnétek nekem adni, azt elfogadom, csak meg ne hízzak. Szóval, hajhó lányok és srácok, én Csongi vagyok, és érkeztünk a legújabb videóhoz. Egy régi videómban nagyon tetszett nektek az, hogy ilyen trükköket mutattam be, mint például az előző. Egy egyszerű WC papír gurigába belerakjátok a telefont, és instant hangosabb lesz, mint hogyha valami hangszóró lenne. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma ismét megnézzünk pár ilyen trükköt. Remélem, hogy tetszeni fog, és vágjunk is bele! Gondolom, veletek is rendszeresen előfordul az, hogy elmentek valamilyen bevásárlóközpontba autóval, és utána megmarad nálatok a McDonald's-os, KFC-s, Burger King még hány szponzort mondjak, amúgy egyik se az. Komolyan mondom, nehéz videózni, mert ha mondok egy márkát, akkor azt hiszik az emberek, hogy ez szponzor. Még Instagramon is előfordult az, hogy kiraktam a múltkor egy csokis kiflit, ami amúgy ekkora volt, itt van a kép róla, és hát megosztottam, hogy mekkora. Még mindig a kifliről beszélünk, oké? Okay? Szóval megmarad nektek az üdítő a nagy szívószállal benne, és így na kisfiam, idd meg gyorsan azt az üdítőt, mert az autóban nem visszük be, megértetted? De hát még a fele megvan is olyan finom, na valahogy nem vihetjük haza. Mert hát a szülők félnek attól, hogy valahogy felborul, kiborul, szétborul, megborul. Megborul? És hát senki nem szeretné azt, hogy az autójából jó kis üdítőital legyen. Na de találjátok ki, hogy mi lehet a megoldás arra, az üdítő ne boruljon ki az autóban. És segítek, nem az, hogy megiszod, meg az sem, hogy elöntöd. Szóval semmire nincs szükségetek, csak egy cipőre. És most az, hogy az új cipőről van szó, vagy egy büdös cipőről, az teljesen mindegy. What? Csupán annyiról lenne itt szó, hogy az egyik cipőtöket leveszitek útközben, és hogyha nincsen ogri méretű lábatok, mint mondjuk nekem, mert amúgy 44-es lábam van, vagy éppen túl pici lábatok, akkor az üdítőtöket szépen belerakjátok, és onnan többet nem fog eldőlni, stabil, mint a forint. Viszont egy valamire én kérlek még titeket. Nekem aztán nehogy elmenjetek egy üzletbe, és így milyen cipőre lenne szüksége? Nagyon szívesen segítünk. Pff, hát aztán nekem olyan minden, csak férjen bele az üdítőm, hogy autózás közben ne kelljen kiöntsem. Nem jó. De elszédültem ettől a fejrázástól. Amúgy, hogyha új vagy a csatornán és tetszenek ezek a videók, akkor iratkozz fel mindenképp, hogy nem maradj le a következőről. Hogy miért vágok ilyen arcot? Miért? Én csak ennyit kérdezek, hogy miért? Igen, a WC-k nem mindig olyan állapotban vannak, amire szívesen ráülnél. Lásd a legtöbb iskola, meg ilyen közhelyek. Viszont, hogyha annyira rád jön a barna szorongás, akkor muszáj elintézned a dolgod. És már itt a képen azt látjátok, hogy egy pár zoknit raktak rá ahhoz, hogy ráüljetek, én mondok egy sokkal jobbat ennél, ami szerintem beválik, és remélem, hogy páran nem tudtátok. Nem, semmi szükség arra, hogy az oknit levegyétek. Minden WC-ben kell legyen WC-papír, mert hanem... hát nem leszel olyan boldog, amikor elvégezted a... Mindössze annyit kell tenni, hogy legörgettek két ekkora hosszúságú papírt, és rárakjátok a WC-re, aztán annyi. Armán rá lehet ülni, én is így szoktam csinálni, hogyha olyan helyen vagyok. Zoknit, jó, hogy nem veszed le a gatyádat, bakker! Beszéltem a videó elején nektek ilyen hangszóróról. Ez a kis guriga, nálunk valahogy így is nevezik, nagyon, de nagyon sok mindenre képes. Hát hogy is szemléltessem? Sokan észrevetétek a kaktuszos videómban, hogy ez a kaktusz ez valamiért nem normális. Eltörött. És van egy nagyobb cserében, mert utólag került bele. Gyerekkoromban volt egy ilyen próbálkozásom, hogy egy babszemet szerettem volna kinöveszteni. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ilyen vizes vattákba beleraktam, és szépen napokig fény alatt volt meg minden, és tényleg elkezdett csirázni, és egyre nagyobb lett a növény. Hogyha bármilyen növény szeretnél növeszteni, de még a legelején, akkor figyeljétek, hát megeszem komolyan. Pici cserép, pici föld, pici növény. Ezt a következőt imádni fogjátok, főként, hogy tudom, hogy sokan még suliba jártok. Amellett, hogy a suliba rengeteg házi van, sokszor a tanárokkal nem jöttök ki, még ott van az a kellemes pattás, aki szépen a szünetbe az uzsonádat kicseni, és amikor mennél ki szünetre, hogy egyet egyél, mert olyan éhes vagy, hogy meghalsz, veszed elő az uzsonnás táskádat, és mit látsz benne? Hát a nagy semmit! Ugye, hogy ismerős? Igen, nálunk is volt ilyen, főként ilyen 5 és 8. osztály között, elvittél magaddal egy finnom szendvicset, alig vártad, hogy megegyed, és amikor vennéd elő, mármint az uzsonnál, te Jézus Isten! Hát akkor a pattásod így.
Olyan finom volt benne a Nutella. Ezt otthon szerintem meg is lehet csinálni házilag, viszont lehet üzletben kapni uzsonnás zacsit, ami úgy néz ki, mintha megromlott volna a kajád. Remek, hogy miket nem találnak fel, hát az emberiség fejlődése van ebbe, de tényleg. Hát, hogyha valakinek ilyen problémái vannak, akkor vagy ilyen zacskót legyen, vagy csinálja meg magának otthon, hogy kifesti. Hihihi, megint belebomsz uzsonná. Ez elromlott? Jézus, ezt senki nem eszi meg. Következő! Jön a nyár, ez most pont ide illik. Nyáron nincs jobb annál, amikor egy jó hideg üdítőben benne van a hideg jégkocka, és így instant torokfájás. De legalább jól esik. Bármint az üdítő, nem a torokfájás. Viszont a legnagyobb baj ezzel az, hogyha lassan isszátok az üdítőtöket, akkor ugye szép lassan a jégkockák megolvadnak, és hát így felvizezik az italotokat. Van egy remek megoldás, ami szerintem még kinézetre is akkorát dob az egészen, hogy wow. Vegyetek inkább szőlőt, mert manapság már szinte bárhol lehet kapni, mert hozzák külföldről, és fagyasszátok le a szőlőt. Igen, ezt teljesen komolyan mondom. És amiután ez megvan, szépen fogjátok, és így az üdítőbe puty! Csak úgy gondoltok bele, hogy mennyire fincsinek nézhet ki az egész. Oké. Kivétel a kóla, mert az fekete és nem nagyon látszik benne. Ugye a nyaraláskor, amikor elmentek valamilyen hotelbe, általában mindig problémát okoz az, hogy merül a telefonom? Nekem meg a kamerám? Szerintem már én is lemerültem. És hogyha nem visztek ilyen elosztót, akkor elég sok probléma van azzal, hogy egyszerre laptopot, telefont, minden hülyeséget töltötök, hát nincs elég dugasz. Dugasz? Mi? Szóval a konnektor. Viszont egy egyszerű trükk, hogyha van tévé a szobátokban, nézzétek meg, mi van a háta mögött, mert a legtöbb tévében van egy vagy két USB bemenet, és ott az ilyen telefont, meg a hasonló dolgokat fel tudjátok tölteni, és nem kell egy külön dugaszt elhasználni. Olyan szörnyen hangzik ez a dugasz. Bár szerintem a legtöbben még nem vásároltok be, viszont a jövőben ez hasznos lesz nektek, és akkor majd emlegetetek, hogy jaj, tényleg, hát csokit volt aludtam. Hogyha elmentek bevásárolni, és nem tudjátok, hogy mire van szükségetek, vagy mi hiányzik a hűtőtökből, akkor ugye van az a megoldás, hogy leírjátok, ami vagy működik, vagy nem. De hát basszus, most már minden telefonban van kamera. Megfogod a telefont, előveszed, a hűtőnek így, cheese. Megvan a képed, és amikor vásárlás közben egy eszedbe jut, hogy valamit biztos ki fogok felejteni, és otthon jut eszembe, hogy ezt is kellett volna venni. Nem, te ennél okosabb vagy. Előveszed a telefonod, és így belezoomolsz a hűtőbe, hogy mi is kell. Képzeljétek, én már olyat is hallottam, hogy valaki szinte minden reggel lefényképezi a hűtőszekrényt, és annyira lusta, hogy nem megy el a hűtőszekrényig, hogy jaj, milyen finomságok vannak benne. Nem, előveszi az okostelefont, megnézi, hogy mi van benne, és hogyha van, akkor oda megy, ha nem, akkor nem. Ez a világ, ez nagyon durva. Ennyire lehetnének okos hűtők is, amiben van egy kamera, és akkor így kijelzi neked, hogy tessék, ez van benne, és ez nincs benne. És most lehet, hogy emiatt lehetnék gazdag. Hogyha felszeretnétek a szobátokat díszíteni egy kicsit ilyen fiatalosan, meg érdekesen, ami mondjuk nincs mindenkinél, bár mondjuk most, hogy megcsinálom ezt a videót, és valószínűleg pár ember fel fogja ezt használni, így már nem lesz annyira egyedi. Micsoda logika! De az a lényeg, hogy a képen látjátok, fogtak egy ilyen szép teniszlabdát, csináltak neki két kis szemecskét, meg egy szájacskát, nem tudom miért mutogatok így, és hát megvan 2018 legjobb dizájnja. És amilyen zöld falam van, nekem még találna is. Bár most a videóban úgy néz ki, mintha sárga lenne, de mutatom! De így lámpával már látszik, hogy zöld. Csak most megvakultok tőle, úgyhogy kikapcsolom. Szóval Géza szereti a törülközőket is, szereti a papírokat is, igazából minden megesz még titeket is, hogyha úgy van. És tulajdonképpen a falra fel lehet rakni szeggel, ragasztóval, vagy egy csomó módszerrel. Szóval, hogyha véletlenül valaki most szeretne szobát újítani és dizájnolgatni, akkor ez egy remek megoldás, és szerintem amúgy kreatív. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálhatta ezt ki. Nektek van e-mail címetek? Akinek van, biztos utálja, hogy nagyon sok ilyen fura reklámot kap. Ha esetleg mész nyaralni, olcsó fürdőruha, és még ingyen napola is van. Persze, pont fürdőruhára van nekem szükségem. És ugye mindegyikről egyenként ott el kellene intézni, hogy ne küldjenek e-mailt, szóval van egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy az e-mailjeitek között ne jelenjen meg az, ami reklám, csak az, ami fontos. Ott felül van egy kereső, ami szerint rá tudtok keresni ilyen kulcsszavakra, és egyszerűbben megtalálja az adott e-mailt, amit kerestek. Hogyha ott a filtereknél az unsubscribe szót beírjátok, unsubscribe, majd azokat mind kiveszitek, akkor az összes e-mail, ami megmarad, azok a normális e-mailek. Hogy miért? Kérdezhetitek. A válasz egyszerű. Az összes reklámnál legalul van egy olyan felirat, hogy unsubscribe, hogyha rányomsz, akkor valamit ki kell tölts, és utána többet soha nem fogsz kapni e-mailt. Szóval így is meg tudod oldani, hogyha nem kapsz 5 tonnát egy nap, mint én. Ez csak azért, hogy prezentáljam. Hát na, van egy-két e-mailem. Ennyi is lett volna ez a videó, hogyha tetszett és fel vagy iratkozva, akkor mindenképp egy jó nagy lájkot nyomjál rá. Ezzel látom én, hogy szeretnétek a következő részt vagy hasonlót. Egy nagyon csodás napot szeretnék mindenkinek kívánni, és mint mindig, én Csongi voltam, találkozunk következőkor. Hajhó! We'll be right back.